Mi tesz egy király sikeressé? Kétféle erő kell. Az elme ereje. Intelligencia. Erő, mellyel megvédheti trónját. A fizikai erő. Hét esztendeje megfogadtam, hogy visszatérek Norvégiába jussomat követelni. Van még más is, mit szeretnék elérni. Hajó és legénység kéne nyugatra hajózni. Hogy megleljem a földet, ami ott lehet. Rejtész, hallom, hogy siratjátok a holtakat. Harcoltam a vezetéséért. Talán nem ez a végső otthon, amiért küzdened kell. Talán az a hely valahol. Máshogy. Én vagyok az Északi Birodalmak uralkodója, és csókolgathatom egy férfi gyűrűjét. Férjed hajlamos az agresszióra. Van, hogy így orvoslat szükséges. És egy viking barát mindig hasznos lehet. Szent atyám. Válaszokat kutatni jöttem, ám kérdéseket kaptam. Pusztán idő kérdése, hogy lelepleszem titkodat. Keresztények fenyegetnek minket. Istenük parancsára elpusztítanának minket. E napon véget vethetünk a pogányság korszakán. Sújtsatok le haragotokkal, és szennyezzétek be vérrel a falakat! Hová megyünk, ha oda lett mindenünk? Hazatérünk. Mindent, mit tettünk, barátságunk kezdete óta, azt közösen tettük. Most itt az ideje együtt küzdeni. Még egyszer.